Az euróövezeti vezetők kompromisszumra jutottak a bankszektor képviselőivel a velük szemben fennálló görög adósság felének, vagyis mintegy 100 milliárd eurónak a leírásáról. Elemzők pozitívnak nevezték, hogy egyetértés alakult ki az úgynevezett európai pénzügyi stabilitási eszköz kibővítéséről, amely a fizetési gondokkal szembesülő euróövezeti országok kisegítésére használható. Az alapot a jelenlegi 440 milliárd euróról 1000 milliárd euróra növelik. Egyes vélemények szerint az unió belüli válság jelentősen befolyásolja az EU bővítés politikáját. Nyilvánvalóan az unió vezető és gazdagabb országaiban a közvélemény semmiképpen nem fog pozitívan tekinteni arra, hogy a gazdag országoknak kell viselniük elsősorban az euró megmentésének a terhét, és ez következő lépésben biztos, hogy azt eredményezi, hogy a bővítés szempontjából még inkább szkeptikussá válnak ezek az országok. Ugyanakkor más szempontból pedig, és ez a elmúlt években világosan látszott, és Horvátország példája a legjobb példa, az, hogy egy ország milyen gyorsan tud az Európai Unióhoz csatlakozni, az annak az adott tagjelölt országnak a teljesítményétől függ, és elsősorban ilyen szempontból kell nekünk is ez a kérdéshez hozzáállni, amennyiben Szerbia olyan teljesítményt fog nyújtani, és ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy ezt újraindítja a dialógusát koszovói albánokkal, másrészt megoldja a vagyon visszaszármaztatási törvénnyel kapcsolatos problémát, akkor valószínűsíthetően a tagjelölti státus megszerzése az reális történetemberben. Az Integrációs Bizottság elnöke szerint az euróövezeti válság Szerbia uniós tagjelöltségét nem segíti, de nem is hátráltatja, hiszen az ország megítélése elsősorban saját teljesítményétől függ.